próbálunk most egy kis nyugalmat vinni otthonaikba. Ismét köszöntöm Önöket. Ahogy azt már reggel 9 órakor megígértem, hamarosan megemlékezünk Dobó István egri várkapitány maroknyi csapatának hősiességéről, amely pontosan 445 évvel ezelőtt, 1552. október 18-án történt, amikor is megfutamították a 25-szörös túlerőt Eger falai alól. Előbb azonban még orvos-meteorológiai jelentést várunk, és tanácsokat hallunk majd a TV2 doktortól. Az orvos-meteorológiai jelentést ma Barta Szilviától kapjuk. Kezit csókolom! Szép napot kívánok mindenkinek! Hölgyeim és uraim, szép, tiszta, friss a levegő, kisütött a nap, ami remélem önökre is pozitív hatást gyakorol, hiszen élettanilag mindenképpen kedvező hatása van, és az emberek többségénél már pusztán az a tény, hogy süt a nap, mindjárt jobb közérzetet teremt. Olyan fronthatás, amely kedvezőtlen tüneteket okozna, nincsen, semmilyen front nincsen. Egyedül a levegő, mivel tegnap és ma sem volt különös légmozgás, ezért a nagyvárosok belterületén, ahol nagy a forgalom, dugó alakult ki, vagy építkezés folyik, ott megnövekedhet a szennyező anyagok koncentrációja. Ezért a kismamákat kérem, hogy ha tehetik, akkor ne a Barostér vagy a Margit körút környékén tologassák a piciket. A meglehetősen enyhe nappalt követően nagyon hirtelen, rövid idő alatt több fokot csökken majd a hőmérséklet, hirtelen hűl le a levegő, ezért öltözzenek rétegesen és melegen, különösen azok, akik hajlamosak a megfázásra. Hölgyeim és uraim, csak azt tudom tanácsolni önöknek, hogyha tehetik, menjenek ki a szabadba, hiszen szinte harapni lehet a levegőt, friss, tiszta és napos idő lesz ma. Úgyhogy mindenkinek további kellemes napot kívánok, viszontlátásra! A TV2 doktora ma dr. Sziller István szülész nőgyógyász, akitől a fiatalkori nőgyógyászati problémákról érdeklődünk. Jó napot kívánok, doktor úr! Egyre korábban találkoznak a nőgyógyásszal manapság a fiatal lányok. Milyenek az oka? Elsősorban arra gondolok, és az oka ennek a korábbi találkozásnak, hogy korábbi életkorra terelődött a szexuális élet elkezdése, és ennek megfelelően tanácsot kérnek a nőgyógyásztól. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon pozitív jelenség. A szexuális érettség előtt nem kell nőgyógyászhoz fordulniuk? Szexuális érettség előtt általában orvosi problémákkal, menstruációs zavarokkal, menstruáció elmaradásával, esetleg túlerős vérzéssel szoktak jelentkezni. Ennek speciális ambulanciái is alakultak ki országszerte, úgy hívják gyermek-nőgyógyászati szakrendelések. Milyen esetekben kell tehát végül is fölkeresniük a nőgyógyászt? Hogyha kiszélesítjük a kérdést, és nem csak gyermeknőgyógyászati időszakra, életkorra, hanem a fiatal felnőtt vagy adolescens korra is gondolunk, akkor én három témakört emelnék ki. Az egyik a fogamzásgátlás kérdése, ami égető probléma bizonyos korosztályokban. A másik a menstruációs zavarok, elsősorban a vérzéshiány, hogyha túl későn, 16 éves életkor után jelentkezik csak az első vérzés. Illetve a harmadik nagy téma, aminek később aztán jelentősége lehet, a fertőzése utaló panaszok esetén javasolom mindenféleképpen ebben a korosztályban is a nőgyógyászati konzíliumot. Én gondolom, hogy nem túl könnyű a nőgyógyász feladata, amikor meg akarja nyerni a fiatal páciensek bizalmát. Tanítják-e az egyetemen ezt a tapintatot? Egyetértek önnel teljes mértékben, ez egy rendkívül nehéz találkozás, nem csak a nőgyógyászt először látó fiatal leány számára, hanem a nőgyógyász számára is, hiszen különleges tapintatra van szükség. Rendkívül érzékeny életkorban kerül sor erre a találkozásra. Meghatározhatja később egy egész életre az odafordulás képességét és készségét. Tanulmányaink során természetesen kapunk ehhez segítséget. Már 1972-ben, amikor másodéves egyetemista voltam, alakult az orvosi pszichológiai oktatás. És ennek keretében tanultuk
a beteggel való kapcsolat felvételt és ennek különböző formáit. Az elmúlt években külön intézet, a Magatartástudományi Intézet foglalkozik azzal, hogy megfelelő kurzusaival és a tematikájával segítse az orvosokat az orvos-beteg kapcsolat kialakításában is. Ilyen segítség ellenére természetesen egyikünknek több, másikunknak pedig kevesebb képessége van arra, hogy jó kapcsolatot tudjon kialakítani. A család vagy az iskola képes eredményesebben felkészíteni a fiatalokat erre az első vizsgálatra? Én azt hiszem, hogy mind a kettőnek van szerepe. Egy, hogyha visszatérünk most a lányokra, akkor természetesen a lányoknál az első nőgyógyászati vizsgálatra